Hiába tárgyaltak a szaktárcákkal közel egy éven át az orvosok. Az idén áprilisra kidolgozott a béremelésük mértékét is tartalmazó javaslatot mégsem írták alá sem az áprilisi, sem a májusi kormányülésen. Azóta a szakorvosok fizetéséről szó sem esett az orvosi kamara és a kormány között, pedig arra igazán nagy szükség lenne az orvosok szerint. 2022-től ugyanis egy szakápoló akár bruttó 690 ezer forintot is keresett, míg egy szakorvos legfeljebb 565 ezeret havonta. Ezért a kamara most azt követeli, hogy a szakorvosok kezdő alapbére egységesen bruttó 900 ezer forintra emelkedjen. Szerintük ennyire lenne szükség ahhoz, hogy fel lehessen számolni a hálapénzes rendszert. Emellett azt is követelik az orvosok a kormánytól, hogy hagyjon fel a nyugdíj mellett praktizálók hátrányos megkülönböztetésével. Ezt azzal indokolják, hogy ők csak külön engedéllyel gyógyíthatnak a nyugdíjkorhatár elérése után, amit ha meg is kapnak, sokkal rosszabb adózási feltételekkel kell számolniuk, mint más időseknek. Aki ilyen módon dolgozik, egészségügyi dolgozó, az a járulékterhek vonatkozásában hátrányt szenved a többi nyugdíjas dolgozóhoz képest, azaz többet kell fizetnie, méghozzá dupláját. A bérrendezés mellett a szükséges létszám bővítését és az eszközpark folyamatos fejlesztését is szeretnék kiharcolni az orvosok. Szerintük ugyanis a törvény által előírt minimumfeltételek csak ilyen módon biztosíthatóak. Ma Magyarországon úgy tűnik a dolog, hogy ezeket a minimumfeltételeket nem tartják be, azaz úgy tudnak működni csak az intézmények, hogy nem tartják be. Ehhez pedig ugye az kellene, hogy megfelelő finanszírozás álljon rendelkezésre, nem csak a bérhelyzet, hanem az infrastruktúra és a működtetése. Na ez nincs. Ez jellemzően abból is fakad, ugye, hogy a hiány termelődik. Az orvosi kamara elnöke szerint a követeléseikhez nagyjából évi 1000-1200 milliárd forinttal többet kellene a mostaninál az egészségügyre fordítania az államnak, amit szerintük az ország mostani gazdasági helyzete meg is engedne.